Kedves érdeklődő nézőim! Legelőször is bemutatkozom, Makrai Ferenc vagyok, magyar teniszedző és a tenisszel élethivatásszerűen foglalkozó szakember. 2007-ben a sors úgy hozta, hogy kedves osztrák barátom Rudolf Áringer révén megismerhettem a bécsi Reichel családot, így Léna Reichelt is, ezt az akkor 10 éves teniszező kislányt. Léna 4-5 éves kora óta teniszezik, és már akkor, 2007-ben, 10 évesen is nagyon jól játszott. Volt alkalmam edzeni is őt, és megismerkedésünk óta figyelemmel kísérem szenzációs fejlődését. Elhatároztam, hogy most, 2011 tavaszán készítek egy nagyobb lélegzetű összefoglalót és szakmai elemzést teniszéről. A honlapomon és a YouTube-on is megtalálható róla szóló rövid, 2 perces filmemet szeretném most kibővíteni. Léna nagyon szépen és jól teniszezik, ezt kiemelkedő verseny eredményei is alátámasztják. A most következő filmben, végighaladva a különböző ütésfajtákon és a legjellemzőbb játékhelyzeteken, igyekszem pontos szakmai képet adni teniszéről. Kezdjük tehát alapvonal játékával. Léna rendkívül jó lábmunkájával nagyon támogatja dinamikus alapütéseit az alapvonalról. Nézzük meg, mennyire lemegy térdben a tenyeres előkészítésekor, a pörgetést és az ütéserőt is nagyon segíti a láb kirugózása. Félig nyitott alapállása lehetővé teszi számára a felső test teljes, több mint 180 fokos rotációját, lendület adását. Így óriási ütéserőt produkál ezzel tenyeres oldalon. Szép, magas hurok mozdulattal készíti elő tenyereseit, a bal kar teljesen átkerül teste jobb oldalára. Csuklója tökéletesen segíti az ütő felgyorsítását a lendületadás végén a találatnál. A kivezetés harmonikus, hosszan a bal váll mellé történik, ez a legtermészetesebb befejezése, lelassítása, az óriási lendületű mozdulatnak. Az ütés után gyorsan kerül vissza a dinamikus készenléti alapállásba, és a teniszébe már automatikusan beépült terpeszugrással, a split steppel kész a következő ütés fogadására. Pontosan úgy,
ahogy az összes világnagyságnál megfigyelhetjük. Az ütések alatti lábmunkánál sokkal fontosabb az ütések közötti mozgások intenzitása és hatékonysága. Léna nagyon jó lábmunkája abban is megnyilvánul, hogy a labdákhoz időben ér oda, és az ütéshez a lehető legjobb helyzetet tudja felvenni testével, azaz a labdától való távolsága optimális. Ez a lábmunka legnehezebb, legfárasztóbb része. Támadó ütéseit szinte a pálya egész területéről végre tudja hajtani. Ezek közel maximális ütéserővel végrehajtott lövésszerű ütések, melyeket a játékhelyzettől függően sokszor követ hálóra történő előrefutás is. Figyeljük meg a lassításokban, hogy testének szinte minden porcikáját célirányosan működtetve teszi bele magát ezekbe a látványos 150 km per óra felett röpülő bombákba. Támadó ütései tudatosan pörgetettek. A találati pontok magasan, vállközeli magasságban vannak. Ezeknél az ütéseknél szinte mindig elemelkedik a talajtól a nagy lendület eredményeképpen. Ütéseit válla vagy csípője mellé vezeti ki hosszan. Az ütés után gyorsan rendezi mozgását, és a split step, a terpeszugrás segítségével visszaáll a következő készenléti helyzetbe a labdamenet folytatásához. Ha a támadó ütést hálóra történő felfutás követi, teste jobban előre dől a támadó ütés alatt, és a talajra történő visszaérkezés után fut előre röptéző pozícióba. A betámadásokat szereti felszálló ágban megütött ütésekkel előkészíteni, kevesebb időt hagyva ellenfelének a válaszra. Léna szeret röptézni. Tudja, hogy a szívós, gumifalszerűen védekező ellenfeleit esetleg könnyebb a hálónál legyőzni. A jelenleg gyors növekedési életszakaszban lévő kislány egyre biztosabban éri el az elütéseket. Ez lehet majd játékának egyik különlegessége. A nagyon jó lábmunkával támogatott röpte játék teheti őt igazi all-round playerré, azaz mindent tudó játékossá. Azokat a játékosokat nevezik így a teniszben, akiknek teljes az ütés skálájuk, és így mindenfajta taktikai megoldást be tudnak vetni a győzelem érdekében. A kalapács fogással végrehajtott, gyönyörű, robbanékony, enyhén nyesett röptéit is hihetetlenül jó lábmunkával támogatja. Figyeljük meg a minden irányú pulzáló mozgást az edzés gyakorlat során, oldalt, előre, hátra, ez rendkívül megterhelő a comb izmainak. Erőszakosan mozog a labda felé, jól belelép ütéseibe, ütőtartása stabil, tiszta találatokkal, nagyon szép ütésmozdulatokkal röptézik. Támadó ütésként és befejező röpteként is szereti és alkalmazza a pörgetett röptéket, az úgynevezett swing volékat, mind a tenyeres, mind a fonák oldalon. Ezek a látványos ütések a mai modern teniszben nélkülözhetetlenek a hagyományos, enyhén nyesett röpték mellett. A pörgetett alapütésekhez technikailag nagyon hasonló ütések ezek. Csak hogy a labdát lepattanása előtt ütik meg, ezzel felgyorsítva a játékot, zavaróan gyors választ adva az ellenfélnek. Ezek a lendített, pörgetett röpték általában direkt pontütések, szinte kiütik az ellenfelet, aminek a pszichés hatása is nagy.
a pontot ütő játékost még magabiztosabbá teheti, a szenvedő felett ezek az ütések pedig elkedvetleníthetik. Nem volt még szó Léna fej fölötti játékáról, az adogatásról és a lecsapásról. Léna szerváját, ezt a nagyon szép, esztétikus és harmonikus mozdulatsor több kameraállásból is megnézzük, lassítva is. Kemény, fizikai erősítő edzésekkel és nagyon sok gyakorlással érte el azt, hogy korosztályában nagyon jó adogatónak számít. Szervájában kiemelkedően jó a pontos időbeli és térbeli koordináció a labda feldobása és az ütő mozgatása között, a folyamatos, puha, sima ütővezetés, a kellő időben történő robbanásszerű ütőfelgyorsítás és a teljes kirugózás lábbal. A találat előtt felhúzott íjhoz hasonlít törzsének íve. Ebből robban ki előre felfelé a rácsapás mozdulata. A helyezéssel együtt ügyesen kombinálja már az adogatás nyesett és pörgetett fajtáit. Az adogatás mozdulatához hasonlító lecsapás fontos, de nem meghatározó ütésfajta a mai modern teniszben. A 13 éves, növésben lévő Léna ebben is nagyon jó. Kötelező biztonsággal és nagy erővel üti be helyezett, nyerő lecsapásait. Nagyon nagy örömömre szolgál évek óta nyomon követni, figyelni ennek a szerény, csöndes és nagyon ambiciózus osztrák kislánynak a fejlődését. Igazi felüdülés egy munkájában igényességre törekvő szakembernek egy olyan teniszt elemezni, amely már most is technikailag szinte tökéletes. Le a kalappal edző édesapja Wolfgang Reichel munkája előtt, de a vele foglalkozó tenisz szakemberek is nagyon sokat tesznek a végső célért. A világ élvonaláig még hosszú az út. Ki tudja, talán nem is olyan hosszú. És én csak azt kívánom Lénának szívemből, hogy bírja egészséggel ezt a munkát, és minden álma váljon valóra. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!